sport mindenkié, ahogyan az élet is. Országos félrelátószolgált kampánya pedig már június 18-a óta tart, egészen szeptember 9-ig. Itt van a félrelátószolgált szakmai főigazgató helyettese, dr. Nagy Sándor. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Valamint Nagy Zoltán, termékspecialista, dietetikus hallgató erőemelő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Most már első híradó is. Így van. Mindjárt erről is beszélünk. Kezdjük a kampánnyal. Június 18-a és szeptember 9-e a két végpont. Most jelenleg július 10-e van. Milyen eddig a kampány? Miért indították egyáltalán? Ugye, a nyár az mindig egy nagyobb kihívásokat tartalmazó elénkállító időszak, és igyekszünk valamilyen tematikát találni, ami mentén aztán különösen kiemelhetjük a véradás fontosságát. Ugye idén adta magát az olimpia, az Európa-bajnokság, és akkor jött a gondolat, hogy igen, akkor fűződjön ez most a sporthoz, a sport köré, és akkor akik szurkolnak a sportolóinknak, nekik adjuk meg a lehetőséget, vagy hívjuk fel a figyelmüket, hogy nem csak szurkolhatnak, de tehetnek is azokért, akik egyébként szintén küzdenek, csak nem egy éremért, hanem olykor talán az életükért. És ez így egy ilyen kerek történetnek gondoljuk erre a nyárra. Ez volt számodra is a hívó szó, hogy első véradó légy? Igazából nálam ez a véradás mindig egy kis mumus volt, úgy tart tőle az ember, hogy tűt szúrnak a karjába, és ott elfolyik egy kevés vére. Ezért mindig volt bennem egy kis ilyen, hogy menjek, ne menjek, de doktor úrral csináltunk egy kiváló podcastet nem olyan régen, és kihangsúlyoztuk a fontosságát annak, hogy megmenthetsz 3 életet, miért fontos az, hogy vért adj. Egy sportoló, ugye, hogyha tudatosan táplálkozik és éli az életét, akkor ő neki tudatában kell ennek is lenni, hogy fontos vért adni. Így hát én is rászántam magam, nálam a család rendszeres véradó, úgyhogy támogattak, jött velem feleségem és a kislányom is. Abszolút túlélhető a dolog, tehát ettől nem kell senkinek tartani. Ez a tű ilyen nagyon speciális módon van kialakítva, nagyon éles, bevonatos. Úgyhogy észre se vettem, hogy megszúrtak, mert ott közben még beszélgettem, nagyon aranyos volt a kolléganő, aki levette a vért. Úgyhogy szerintem 4-5 perc alatt végeztünk, és teljesen jól voltam. Kicsit éhes voltam, tehát aki diétázik, utána erre figyelni kell, de abszolút túlélhető a dolog. Mindez tegnap történt. Mindez tegnap, igen, tehát teljesen frissek az élmények. Ha azt nézzük, mire figyeljen oda valóban egy véradó, mielőtt elmegy mondjuk vért adni akár, igyon sokat, ehet-e, nem ehet, utána fogyaszthat-e akár ételt, mennyi idő után ehet, illetve mondjuk mehet-e edzeni akár, tehát milyen legyen az a napja egy véradónak, amikor elmegy vért adni? Igen, mindazzal kezdjük, lelkileg azért rá kell hangolódni. Aztán legyen nála minden igazolvány, mivel tudja magát azonosítani. Fogyasszon bőségesen folyadékot, alkoholmentes folyadékot, de nagyon bőségesen, pláne ebben a nagyon meleg időszakban nagyon nagy kihívás most ez a rendkívüli hőség, a véradók, a személyzetünk részére is. Étkezni lehet, sőt célszerű is, de csak könnyű ételeket. A nagyon zsíros, nehéz ételek akár a vizsgálatok elvégzését is befolyásolhatják. A véradás követően ugyanúgy folyadékot pótolni, minél többet, étkezni már a megszokott rutin szerint. Valóban erős fizikai igénybevételnek nem szabad kitenni magát a véradónak, de másnap aztán már minden mehet tovább a maga normális kerékvágásában. Akkor tegnap nem edzhettél te sem adott esetben, de mától már lehet újra. Így számodra ez most már olyan fontossá vált akár, hogy mész legközelebb is, mert túlestél a tűzkeresztségen, és akkor javaslod tényleg mindenkinek, hogy ha megtehetik és megengedhetik maguknak, és van rá idők, és minden adott hozzá, akkor menjenek és adjanak vért. Igen, abszolút. Tehát, hogy ez lehet vagy egy éves rendszeres rutin, vagy azt hiszem, ha jól emlékszem, és majd doktorul megerősít, de 56 nap, amikor miután adhatnak újra vért az adott illető, tehát ez lehet mondjuk 2-3 havonta is, hogyha tényleg úgy érzi az ember, hogy ő szeretne folyamatosan adni, nyilván semmiféle érdekenek fűződjön hozzá csak az, hogy ő jót szeretne tenni. Úgyhogy abszolút beépíthető ez a mindennapokba is, de valóban jó a tudat az, hogy tudok segíteni valakin, és esetleg megmentem valakinek az életét azzal a vérrel, amit én adtam. Nem mellesleg a feleségem elmondása szerint ennek majd lesznek pozitív következmények, tehát jobban érzem magam. Ezen 2-3 nap után abszolút a teljesítményem lehet, hogy javulni fog így a sport teljesítményem, de hát ezt majd meglátjuk, eldöntjük. Eddig semmi negatívumot nem tapasztaltam.
Ez így lesz egyébként, akár 2-3 nap múlva ezt tapasztalja az ember, illetve ami elhangzott, tehát nagyjából 3 havonta adhatunk vért, hogyha úgy van? Igen, a 1 év leforgása alatt a férfiak 5-ször, a hölgyek 4-szer adhatnak. Ez célszerű egyébként, aki mondjuk a maximumra törekszik, célszerű egyenletesen beosztani, de a 2 véradás között valóban legalább 56 napnak el kell tenni. Azt az átlag véradási aktivitás Magyarországon az 1 és 2 között van, tehát hogyha valaki elszánja magát, és ő véradó lesz, ha évente 2-szer, vagy olyan 3-szor elmegy és vértad, akkor azzal már nagyon-nagyon sokat tett az egész rendszerét. Még csak nagyon gyorsan van egy 20 másodpercünk. Hogyan lehet vért adni? Kell regisztrálni, vagy egyszerűen csak az ember megjelenik a vérellátóban, és akkor adhat is vért? A honlapunkon nagyon gyorsan tud időpontot, helyszínt találni, tud időpontot foglalni, de nem kötelező. Jön személy azonosító igazolványa, rendelkeznie kell, lakcímkártya, tajszámát tudnia kell, és ha egészséges, akkor adhat is vért. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és mindezt elmondták nekünk. Köszönjük szépen.